Ismét élelmiszerbolt nyílt a Kemerovó lakótelepen, miután az Uniókop ZRT tavaly év végén bezárta a Fáy András körúti üzletét. Helyére egy kis vállalkozás érkezett, ami a lakótelepen élők igényei szerint szeretné bővíteni kínálatát. Sajnálta vettük tudomásul, hogy tavaly év végén a Kóp visszaadta a szerződés jogát, így a Kemerovó lakótelepnek a élelmiszerboltot gyakorlatilag be kellett zárni. Viszont nagy öröm számunkra, hogy sikerült talán egy helyi vállalkozót, akinek tapasztalata van ez irányú tevékenységben, és rövid időn belül, mint látjuk, újra vásárlóközönség rendelkezésre áll ez a bevásárlóegység. Én nagyon remélem, hogy az árukészletés minden egyéb előbb-utóbb megelégedéssel fogja szolgálni az itt lakó lakóközösséget. Jelen pillanatban tisztítószereket sajnos még árusítani nem tudnak. Ha megkapják a hatósági engedélyt, akkor természetesen ilyen termékeket is fognak tudni forgalmazni, illetve igény jelentkezett hírlapok árusítására is, és ez irányú igényeket is meghallották, és fogják teljesíteni jövőben. Mivel az ingatlan az új bérlő számára, legfőképp a jelenlegi energiaárakra való tekintettel túl nagynak bizonyult, a nem szükséges épületrészt leválasztották, így az új üzlet 204 négyzetméteren lett berendezve. Igazán hálás vagyok azért, és megtiszteltetve érzem magam, hogy a mai napon március 1-én megnyithattuk Kemerovón a vegyesboltunkat. Az itteni lakosok számára szeretnénk alakítani a termékeink bővítését. A nyitásra szép számmal érkeztek érdeklődők a lakótelepen élők közül, akik számára nagy könnyebbséget jelent, hogy újra helyben tudnak vásárolni. Nagyon örülök, hogy kinyitották a üzletet újra, mert ez borzasztó, hogy mindig a várost kell járni, még egy fél kiló kenyéré is, és akkor, ha lekési az ember a buszt, akkor még várjon egy óra hosszát, vagy koncsorogjon a városba. Ugye, aki nem mindenki bírja ezt, hogy annyit járkáljon, mint például én is. Úgyhogy nagyon örülök.